Tóth Gabriellát, az AFG igazgatóját kérdeztük a gimnázium jubileumi ünnepség sorozatáról. Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte egy egész heti programsorozattal. Erről beszélgettünk Tóth Gabriellával, az intézmény igazgatójával. Köszöntöm Önt, akkor kicsit beszéljünk erről a hétről, hogyan is zajlott és milyen programok voltak. Köszönöm, én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, szerencsésen túl vagyunk, azt gondolom, hogy egy nagyon jól sikerült jubileumi heti rendezvénysorozaton. Nagyon korán elkezdtük a szervező munkát, hogy szükség is volt rá, hiszen egy elég komplex programot állítottunk össze. Ez gyakorlatilag már egy éve körülbelül elkezdődtek a munkálatok, nyilván nem olyan intenzitással, mint az utolsó néhány hétben, hónapban, de nagyjából kitaláltuk, hogy mit szeretnénk. Korábban megfogalmazódott, hogy egy egész heti programot szeretnénk összerakni. Nagyjából a főbb elemei megvoltak. Azt is kitaláltuk, hogy évkönyvet is szeretnénk kiadni, hiszen 20 évvel ezelőtt készült az utolsó évkönyv az iskolai életről. Úgyhogy utána ilyen úgynevezett munkacsoportokat alakítottunk, belevonva a nyugdíjas kollégákat, hiszen azért a 70 év az hosszú idő, és sokan nem vagyunk még itt csak töredékét ennek az időszaknak az iskolában, úgyhogy próbáltunk minden olyan segítséget összegyűjteni, aki akár ismeretek révén, kapcsolatok révén tudott nekünk a munkában segíteni. Úgyhogy rendszeresen találkoztunk, és így összeállt gyakorlatilag az évkönyv is, annak az írása az gyakorlatilag a nyári hónapokra tevődött, hiszen nyár végén le kellett adni a nyomdába, hogy megjelenhessen a jubileumi hétre, és akkor ehhez kapcsolódóan utána elkezdtük szervezni a programokat. Igyekeztünk a hét minden napjára tenni valamilyen programot. Voltak olyanok, amelyek csak a diákokat érintettek, voltak olyanok, amelyeknek a részvételben számítottunk a volt pedagógusokra, volt diákokra, fenntartókra, intézményvezetőkre, tehát mindenkire, akit a Kisteleken ismeri és fontosnak tartja a kisteleki középiskolát. Úgyhogy így állt össze a program sorozat. Van néhány ember, akinek szeretnék külön köszönetet is mondani, azon kívül, hogy az összes kollégámnak, akár aktív vagy nyugdíjas kollega, vagy az iskola dolgozóinak, diákoknak, természetesen őket is illeti a köszönet, viszont Szombathelyi Árpádot szeretném azért kiemelni, hiszen nagyon nagy segítséget nyújtott, hogy gyakorlatilag ő vitte a vállán annak a kiállításnak a megszervezését, amelyet a jubileumi hét csütörtökének délután nyitottunk meg. Ő kutatta föl, nyilván sokkal jobb kapcsolatokkal rendelkezett azon alkotókat, akik valaha is a kisteleki középiskolának a tanulói voltak. Utána járt a képeknek, kiállításba rendezte őket, megnyitotta az eseményt, úgyhogy gyakorlatilag ő ezt a külön, igen színvonalas programunkat egyedül szervezte meg, úgyhogy nem tudok neki elég hálás lenni ezért. Szeretnék külön köszönetet mondani Imre atyának is, aki miután ötlöttük azt, hogy legyen egy ünnepi szentmise ebből az alkalomból, egyből igent mondott, jó ötletnek tartott, és azt gondolom, hogy igazán kellő méltóságú szentmisét vagy eseményt tartott ennek megünneplésére, úgyhogy neki is külön köszönet ezért. És Horváth Ágnes szeretném még kiemelni, aki a szombat délutáni gálaműsorunk összeállításában, próbáiban vállalt nagy szerepet. Sok műsorszám az ő ötlete volt, illetőleg ő koordinálta a művészeknek is a szereplését, vagy a próbáját, úgyhogy külön köszönet illeti őket, és nyilvánvalóan nagyon sokan dolgoztak ezért a héten. Igyekeztem minden egyes alkalom után nekik köszönetet is mondani, hiszen együttes munka volt ez, hogy azt érezhettük ott szombaton este, hogy akkor sikeresek voltunk, nagyon jó visszajelzéseket is kaptunk, minden egyes ünnepségünk, programunk alkalmából, illetőleg az évkönyvet is úgy fogadták
az érdeklődők, hogy színvonalásnak ítélik, remélem, hogy sok érdekes olvasmányt is találnak benne. Ugye ezek mellett egy szabadulószoba is kialakításra került, erről is beszéljünk egy kicsit. Igen, ez egy teljesen újítása volt a programhetünknek. Ezt a nyár folyamán vetette föl az igazgató helyettes kolléganő ennek az ötletét, hogy mi lenne, ha készítenénk, hiszen a fiatalok körében ez egy nagyobb népszerűségnek körben, nagyon sok helyen vannak szabadulószobák, osztályprogramként is szokták a tanulók igénybe venni, illetőleg mi is egy szemát csapatépítő tréningként a tantestülettel voltunk egy ilyen szabadulószobás játékon, úgyhogy kiváló ötletnek tartottam én is, meg nagyon sokan, úgyhogy ő volt az, aki azt mondta, hogy akkor kitalálja. Nyilván a témán se kellett sokat gondolkozni, hiszen az iskola történethez kapcsolódott, vagy az iskolához kapcsolódott az a sztori, ami alapján ő összerakta a feladatokat, és valóban lehetőség van előzetes egyeztetés alapján még a fél év során mindenféleképpen ezt meglátogatni. Tapasztalat azt mutatja, hogy 5-6 fős csoportok tudnak jól mozogni, és hát 45 percre azért általában szükség van arra, hogy kiszabaduljanak. Úgyhogy most ezután is még várjuk nagy szeretettel a csoportok, csapatok, diákok, felnőttek mindenkinek a jelentkezését erre, mert hogy nyitva áll még a kapu. Ezen a héten pedig nyílt órákat tartanak a 8-osok számára. Erről mit tudhatunk, hogyan is zajlanak ezek? Igen, az ősz során több beiskolázási programot is terveztünk. Gyakorlatilag ennek első eleme volt a jubilami héten megtartott AFG éjszakája. Harmadik évve került erre sor, és szerencsére ez is ugyanolyan sikeresen zárult, mint az első két alkalom. Szeretik ezt is a helyi és a környékbeli 8-osok, hiszen teljesen újfajta feladatokkal szembesülnek, egy jót lehet utána bulizni, úgyhogy jól sikerült ez a programunk is. Következő állomása ez a tegnapi és mai nyílt óra látogatási lehetőség. Előzetesen elküldtünk egy órarendet, és lehet választani. Igyekeztünk minden olyan tantárgyat megmutatni, amit nálunk tanulnak, akár a gimnazisták, akár a technikumi tanulók, hogy bejöhetnek, megnézhetik az órákat, beszélgethetnek a diákokkal, itt ugye kicsit AFG-snek érezhetik magukat egy pár óra erejéig, úgyhogy ez még a mai nap folyamán is tart, úgyhogy nagy sikerrel, elég sokan voltak a tegnapi napról is elmondhatom, meg a mai napon is van érdeklődés erre szerencsére, és még a november hónap során lesz két olyan betélkedünk, amelyre szintén a diákoknak a jelentkezését várjuk. Egy idegen nyelvű betélkedő, elsősorban nyilván angol nyelvből, hiszen azt tanulják itt a környező, itt már 7.-8-osokra egyaránt számítunk, illetőleg november végén lesz egy informatika verseny, amely pár éve Molnár Péter informatikai emlékverseny nevet viseli. Itt is nyilvánvalóan nem szakmai jellegű feladatok lesznek, hanem kicsit játékosabb módon próbáljuk bevonni az informatika iránt érdeklődő tanulókat. És a szülők számára szánt programunk lesz még nagyon fontos, az november 20-án hétfőn tartjuk a klasszikus nyílt napot, ahol bemutatkozik minden tagozat, minden képzési típus, lehet kérdéseket feltenni, személyes beszélgetésre sor kerül, meg nyilván be lehet járni az iskola területét, akkor is meg lehet ismerkedni mindennel és mindenkivel. A fordítás borszaküzlet jövőben várható rendezvényeiről kérdeztük Dakó Zoltánt, az üzlet tulajdonosát. Több rendezvényel is készül a közeljövőben a fordítás borszaküzlet, ezzel kapcsolatosan kérdezzük Dakó Zoltánt. Köszöntelek, kicsit beszéljünk így arról, hogy mik voltak az elmúlt időszakban, és hogy mivel várjátok a következő időszakban a résztvevőket. Köszöntelek én is benneteket, illetve a kedves nézőket. Az elmúlt időszakban voltak mulatós estjeink, akusztikus koncertünk, ami teljesen pozitív volt így a lakosság részéről, sőt több település, környező településekről is érkeztek vendégeink. Bízva ebben a tendenciában megrendezzük most november 24-én a Hütte partinkat, ami az első és egy olyan rendezvény, ami még így a település történetében úgy tudjuk, hogy nem volt.
Erre hívtunk egy DJ-t, aki 90-es és 2000-es évek zenéjét fogja prezentálni majd a vendégeinknek. Ő Mihályfi László, többek számára ismerős már a nevek isteneken, illetve a Petre Ricardot hívtuk el, aki az első akusztikus koncertünkön egy meglepetés vendég volt. Nagyon megtetszett a közönségnek is, és nekünk is, és ezért egy órás élő koncertre hívtuk el, aki a Starban Star leszek középdöntőse volt legutóbb a Köllő Babettnek a csapatában. Várjuk őket is sok szeretettel. Rengeteg mindennel készülünk, mint forradbor, kétféle ízesítésben, puncs, boroksörök, forró csoki, meleg tea, de lesznek mézes fahéjas halmas sült gesztenye, kürtös kalács, tehát ami lényegében a hűtére így vonatkozik. Összesen csapunk egy nagy bulit. Szilveszterre is készültök egy nagy bulival, erről mit tudhatunk? A szilveszter már régóta megfordult a fejünkben, hogy mi lenne, ha próbálnánk valami kis bulit összehozni. Itt a kis buliból úgy néz ki, hogy ha sikerül, egy nagy bulit szeretnénk szervezni, ami a piaszcsarnoknak a belső terében fog létrejönni. Egy igazi retrodiszkóval, mely nem csak retrodiszkó lesz, hanem videodiszkó is párosul mellé. Ez mellé próbáltuk beszervezni a helyi vállalkozókat, mint Parázs Bisztrót, elhívtuk a Kincses-szigetet, hogy szilveszteri kellékeket árusítsanak például, ami ugye elengedhetetlen része az estének, de mindemellett érkeznek a Cseperedő Gyermekek Egyesülete is, akik virslivel, szokásos zsíros kenyér és szendvicssel fogják majd a lakosságot kiszolgálni, illetve a vendégeket. Ezen felül még lesz cukorkás, tehát egy picit próbáljuk így fesztivál irányába elvinni a szilvesztert. A szilvesztert belépősre tettük. A belépős részét azért is szerettük volna, hogy meglegyen, mert a teljes belépő értékének 50%-át felajánlottuk a helyi óvodának, amiből kültéri játékokat és kiságyakat szeretnénk majd oda eljuttatni a gyerkőcöknek. Mindig szükség van ezekre a játékokra, és így egy picit próbáltuk az adomány részét is bevonni ezekbe a költségekben. Lényegében este 8 órakor lesz egy kapunyítás. Minden, ami szükségeltetik a szilveszterhez, az étel, ital, a kellékek, az édesség, a jó hangulat adott lesz minden egy helyen. Várjuk a kedves vendégeket, hogy bulizzuk át az utolsó évet. Hol tudnak jegyet vásárolni? Jegyet jelenleg a Fordítás borszaküzletben lehet vásárolni. Ugye november 25-ig van egy early bird akció, utána átmegyünk egy birdre, és a teljes árat pedig majd december 20-ától és szilveszter napjáig, hogyha még addigra lesz jegy, és nem fogjuk kihirdetni azt, hogy elkeltek a belépők. Kik, akik támogatnak ebbe benneteket? Főtámogatónk a Kistelek Városi Önkormányzata, akinek köszönhetjük a piaszcsarnokot. Ezen felül szeretnénk köszönetet mondani a Kárpátia Kincses Háznak is, mert lényegében bármi kérésünk, kívánságunk van, azonnal rendelkezésünkre állnak, amennyire csak lehet. És nem utolsó sorban a Let Go Kisteleket is szeretnénk megemlíteni, mert a fényekkel nagyon hangulatossá tudják tenni az esténket. Megtartott a záró rendezvényét a Virabel Kft. A rendezvényen összegezte a pályázatban megvalósított tevékenységeket, beszerzett eszközöket, a projekt eredményeit, Wagner Zoltán ügyvezető. Megtartotta ünnepélyes záró rendezvényét a Virabel Kft. A Virabel Kft. A Széchenyi Telep Plusz program GINO Plusz 1.2.1 21-2021-04-273 a mikro, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című program keretében támogatást nyert eszközök beszerzésére. A projekt ünnepélyes záró rendezvényén pályázatban megvalósított tevékenységeket, beszerzett eszközöket, projekt eredményeit mutatta be Wagner Zoltán ügyvezető. Jó napot kívánok, Wagner Zoltán vagyok, a Virabel Kft. Tulajdonosa és ügyvezetője. Szeretném bemutatni a Virabel Kft.-t. Cégünk 2006-ban alakult, javarészt kisebb földmunkákkal, mélyépítéssel foglalkozik. Az évek során folyamatosan fejlesztettük gépparkunkat, ezáltal a tevékenységi körünket szintén hozzáigazítottuk, így tevékenységünkbe bővült a újrahasznosítás, illetve a bontási tevékenység, melyhez újabb és újabb gépeket vásároltunk. Örömmel vettük a GINOP 2.1.1.21-es pályázatot, melyben nyertünk 209 millió forintot gépvásárlásra, melyek gépeket szeretnék bemutatni önöknek. Először is vásároltunk egy nehéz rostát, ami nagyban segíti a munkánkat. Az inert anyagot,
a törés után ezzel a rostával tudjuk szétszelektálni, melyből a törmelékből újrahasznosított anyagot tudunk előállítani, amit újra be tudunk dolgozni útépítésben, mélyépítésben. Ez a gép 2 fő kezelőt vesz igénybe, és elé dolgozik a törőgépnek, ami utána összetöri a kirostált hulladékot. A törőgépet a másik oldalon látjuk, ez egy 60 tonnás eszköz, szintén 2 fő kezelőt vesz igénybe, és itt mindenféle 1 köbméternél nagyobb inert anyagot is össze tudunk törni, és újrahasznosítani, mely szintén útépítésbe és újrahasznosított anyagként hulladékból kivonva beépítésre kerül. Ezen kívül magasépítéssel is elkezdtünk foglalkozni, melynél a legnagyobb problémát mindig a beton keverése okozta. Erre vettünk egy teljesen mobil 5 köbméteres betonkeverőt, melyet nagyon előszeretettel használunk helyszíni betonozásoknál, nem kell várni a beton szállításra, helyben el tudjuk készíteni az alapanyagokban. Ezek a beruházások, illetve a gépvásárlások összességében egy 20 fővel növelték meg létszámunkat a cégnél, és köszönjük a magyar államnak, hogy ez megvalósulhatott pályázati kereteken belül. Újra téli teremfocit rendeznek Kisteleken. Erről kérdeztük Sejben Józsefet. Harmadik alkalommal rendeznek téli teremfocit itt Kisteleken, ezzel kapcsolatosan kérdezzük Sejben Józsefet. Köszöntöm Önt, kicsit akkor beszéljünk erről, ugye anno 3 éve kezdődött ez így újra, kicsit erről is, hogy nevezési határidő ilyesmi. Így van, ahogy mondtad, a 3 éve szervezzük az önkormányzat nevében ezt a téli tornát. Nyilván a kiindulásnál mindig azt kell letisztáznunk, hogy a sportcsarnokunkban mennyi szabad nap van erre, amit felhasználhatunk. Idén is, mint ahogy általában szokott lenni, 9-10 ilyen napunk van, tehát ezért van meghatározva az, hogy körülbelül maximum most 16 csapatot fogadunk a plakát szerint. Nyilván most, hogyha 20 csapat jelentkezik, akkor valószínű, hogy még az is bele fog férni. Tehát ezért kell beszabályoznunk, hogy körülbelül hány csapatot tudunk fogadni. Tavaly 18 csapat volt, úgyhogy az teljesen rendbe lement. Úgyhogy ha ez kialakul, ugye jelentkezni lehet most november 15-éig, és akkor ha kialakul, hogy mennyi csapat jelentkezik, jelenleg 4-5 csapatról tudok én, de nyilván még van idő, és tudom, hogy majd az utolsó pillanatokban szoktak azért a csapatok igazából jelentkezni. Akik eddig érdeklődtek, azoknak is azt mondtam, hogy töltsék ki a nevezési lapokat, legyen meg a nevezési díj, meg olvassák el, fogadják el a versenyszabályzatot, és hogyha ez tisztában vannak, akkor előtte 1-2 nap, ha befizetik a pénzt, és akkor már meg tudjuk mondani, hogy körülbelül hány csapat jelentkezett. Tehát mondom, most úgy 5-6 csapatnál, vagy 4-5-6 csapatnál tartunk. Úgyhogy így van, tehát 15-éig kell ezt megtenni, aztán 15-e után megtartjuk a sorsolást, és akkor 23. november 25-én tervezzük azt, hogy elindul a bajnokság, és ez január végére, február elejére, általában a szombati napokon fog lebonyolítással kerülni a csarnokba, és akkor január végére, február elejére vége is lesz a tornának. Hogyan is lehet jelentkezni a csapatoknak? Így van, a jelentkezési lapot most egyelőre, ez működött tavaly is a Kistelekváros honlapjának Facebook oldalán lehet letölteni a nevezési lapokat is. Előtte ott van a versenyszabályzat, ugye az is fontos, hogy azt el kell, hogy fogadják, és akkor ott mögötte megtalálják azt a dokumentumot, ahol az összes játékosnak a nevét, születésadatokat, stb. Föl kell vinni, ezeket kell kitölteni, ezeket kell leadni, és nyilván a tavalyi díj, ami volt 120 000 forint, ami nem kevés pénz, idén ez nem változott, úgy gondolom, hogy tehát semmi nem lett drágább, de semmi nem lett olcsóbb se a tavalyi évhez képest, úgyhogy ez ennyi, aztán majd látjuk, hogy a csapatokat ez mennyi érdekli. Amit tudom, tehát a Kistelki, a KITE, mint Kistelki labdarúgó szakosztály is indít csapatot, aminek nagyon örülnénk, hogyha volna Kistelki csapat is, úgyhogy várjuk a jelentkezéseket, és aztán 15-e után fogjuk eldönteni akkor, meg kiértésíteni a csapatokat, hogy hogyan fog lebonyolódni tulajdonképpen a torna. A szervezőbizottság az ugyanaz, mint akik tavaly is, meg tavaly előtt is dolgoztak ebbe. 5 fővel vagyunk, ugye Sándor Szidi, Lazányi Etelka tanárnő, aztán Kis András,
juhászné Ungi Katalin, akinél szintén az önkormányzatnál lehet legfőbbképpen érdeklődni, és jó magam. Tehát így leszünk a versenybizottságban. A versenykiírás tulajdonképpen, amikor az első évben csináltuk a tornát, akkor az a következő évben azért módosítottunk, finomítottunk rajta, most igazából nagyon nem kellett már finomítani, tehát a csapatok, akik tavaly voltak, azok ugyanaz lesz a bonyolítás rendje, mint ahogy tavaly is volt.